Két amerikai lány, Sarah Pelosic New Jerseyből és Catherine Martinet Gailey Texasból érkeztek székelyudvarhelyre, hogy a rendelkezésükre álló közel egy hónap alatt angolt tanítsanak a helyi gyerekeknek. A fiatal önkéntesek a Kinderstart Egyesület, a dr. Verestói Attila Alapítvány és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat közreműködésével tartózkodnak itt, és hétköznapokon korosztály szerinti csoportokban 3-tól 14 éves gyerekekig mintegy száz résztvevővel foglalkoznak naponta, tájékoztattak a szervező egyesületek vezetői. Mindkét tanárunk még egyetemista, Amerika leghíresebb egyetemeiről egyetemein tanulnak, és önkéntesként vállalták ezt a pár hetet, hogy magyar gyerekeket tanítsanak itt Székelyudvarhelyen. A Kindestart Egyesület és a dr. Verestói Attila Alapítvány Székelyudvarhely polgármesteri hivatalánál is pályázott, így a háromhetes hetes tanfolyam fejenként mindössze 15 lejbe kerül a gyerekeknek. A Kinderstart Egyesület fő tevékenysége az idegen nyelv oktatás, elsősorban az angol nyelv oktatása, ezért mindenképpen fontosnak tartottuk megpályázni ezt a lehetőséget, és azt várjuk ettől a programtól, hogy a magyar gyerekeknek egy könnyebbséget nyújtsunk, hiszen nekik nem csak az angol idegen nyelv, hanem a román is. Mindenképpen ezért segíteni szeretnénk nekik az idegen nyelv elsajátításban. Az elismerés a tanároké tette hozzá Nemes Melinda, a dr. Verestói Attila Alapítvány ügyvezető igazgatója, hiszen önkéntesként dolgoznak, naponta több órát szánnak a lecketervek kidolgozására, arról nem is beszélve, hogy imádják a gyerekeket. Bár egy hosszú tanév végén kezdődött el az intenzív nyelvtanfolyam, a szervezők úgy látják, hogy nem túl megterhelő ez a napi egy óra a gyerekek számára, köszönhetően a játékos oktatási módszereknek. Megtudtuk a kezdeményezés sikerén felbuzdulva folytatást is terveznek.